Ünnepélyes könyvátadóval zárult a Tokaj Hegyalja gyermekeknek projekt, amelyet a Tokaji Világörökségi Bormúzeumban tartottak szeptember 7-én. A két részből álló délutánon első körben a pedagógusokat várták, akiknek módszertani bemutató készült a könyv használatáról. A második részben pedig Dévald István ügyvezető megnyitásával ünnepélyes keretek között adták át az iskoláknak a könyveket. A Tokaj Borvidék Fejlesztését Nonprofit Kft. Ellátja egyben a világörökségi gondokság feladatokat is a térségünkben, és azt gondoltuk, hogy nagyon fontos lenne a világörökségi gondolatkörnek az elültetése, mert az egészen alsótagozatos korosztálynak is, és valójában egy FOPOS pályázati lehetőséget kihasználva készítettük ezt a könyvet, kifejezetten azzal a célra, hogy a Borvidék 27 településének alsótagozatos iskolásai kapjanak egy játékos, könnyen befogadható, de mégis tartalmas kiadványt. Az az elképzelésünk, hogy ez egy építkező oktatási program első lépcsőfoka lenne, tehát ezért most az alsó tagozatosokat céloztuk, meg a harmadik, negyedik osztályt, és ha pozitív visszhangja lesz ennek a könyvnek, akkor megpróbáljuk a következő években a felső tagozatos, illetve majd későbbiek során a középiskolás korosztály számára is készíteni egy ilyen könyvet. A Tokaj Hegyalja gyerekeknek könyv a Tédaváros sorozatban jelent meg. Ez egy olyan könyvsorozat, ami különböző településeket és térségeket mutat be játékos formában gyerekeknek. A céljuk az, hogy felfedezésre motiválja a gyerekeket, hogy megismerkedjenek a lakókörnyezetükkel, megismerjék annak az értékeit, a szépségeit, kötődjenek hozzá és szeressék, és végső sorban, hogy úgy alakítsák azt konstruktív módon, hogy jól érezzék magukat benne, és jó és szerethető környezetben éljünk együtt. A könyvekben mindig egy-egy állatfigura vezeti végig a gyerekeket a helyszíneken. Ezt fontosnak tartjuk azért, hogy egy kicsit ilyen mesésebb, narratívabb hangulata legyen, és el tudjanak benne mélyülni a gyerekek. És mindig olyan figurákat keresünk, akik a helyhez kapcsolódnak. Tokajhegy alján nagyon sokat gondolkodtunk, hogy mik lehetnek azok az állatok, amik leginkább a térséget képviselik, és a gyerekek úgy érzik, hogy hú, ez tényleg ezek az állatok ide kapcsolódnak. Sok minden szóba került, végül a gólyánál és a békánál maradtunk. A gólya az annyira evidens, ahogy beérkezünk Tokajhegy aljára, mindenütt pészkelnek a gólyák, és nagyon látványos, és nagyon szerethető figura, és ami még a könyv szempontjából nagyon fontos, hogy egy magaslati perspektívát enged meg. Tehát a gólya felülről lát mindent egészen más szempontból, mint a béka. A béka viszont azért ideális, mert ő a legapróbb kisebb helyekre is be tud ugrálni, a pincék mélyére is akár, és olyan helyekre tudja elvezetni a gyerekeket, ahova lehet, hogy eddig még nem jutottak el. Egybe fogja a 27 településnek azokat az értékeit, mind a természeti, mind pedig az építetkezett értékeit, amelyre ez a vidék büszke lehet, és amit a gyerekeknek meg kell ismerni, amit nekik majd meg kell óvni, illetve tovább kell fejleszteni, és az ő szintjükön próbáltuk megfogalmazni, hogy közel kerüljön hozzájuk, egyrészt szeressék, mert ha szeretik, akkor óvják, és ha óvják, akkor még tovább is fejlesztik. A természetes dolog, hogy ahogy a tananyag egymásra épül, ezek az ismeretek is tovább bővíthetőek és fejleszthetőek. A helyi értékeinket, azokat a kulturális értékeinket, a természeti értékeinket, amelyek meghatároznak bennünket, amit örököltünk az elődeinktől, és tovább kívánunk adni a következő generációnak, nyilvánvalóan tovább lehet ezt fejleszteni, akár a középiskolában, akár még felsőoktatási szintén is, hiszen megalakult a Tokajhegyi Egyetem, ők is nyilván fognak foglalkozni azokkal a gyökerekkel, azokkal a hagyományokkal és örökségekkel, amelyekre a mi civilizációnk, én külön civilizációnak tekintem a Tokajhegyi civilizációt ráépült, amit őrizni, menteni és továbbadni kell.